most, hogy kellőképpen csendben. Sok szeretettel köszönjük mindenkit a Bodó Galériában, Ferenc is volt Vizit című kiállításának megnyitója. És én azonnal átítanom a szót a Krisztiának, aki filozófus, és ő fogja megnyitni neki a kiállítást. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy meglátogatják Ferenczi Zsolt Vizit című kiállítását, és ráadásul, engedve az invitálásnak, vizitjüket éppen erre az időpontra tették. Mit is tettünk ezzel mindannyian? Például feláldoztuk az ott lehetnék, de mégsem vagyok ott gyakran jó leső érzését, és a privát művelvezet meghittségét is, mivel néhány percre kitesszük magunkat egy mindenképpen kétes kimenetelű beszédnek, amiben immár bele is fogtam. Legszívesebben és mint egy utólagos mottóként azzal a lehetetlen igénnyel fordulnék hát önökhöz, hogy nagyon kérem, ne hallgassanak rám. Egy felszólítás, amire akárhogy is reagálunk, éppen az ellenkezőjét tesszük annak, amit kíván, valami, ami mindenképpen megelőz minket. De hisz vendégek vagyunk, látogatók, akiknek a viselkedését mindig az otthonosság és az idegenség pólusai jelölik ki. A vendég megérkezik, elidőzik, kényelmetlen kérdéseket tehet fel, élvezheti a vendégszeretetet, talán még azt is eljátszhatja, hogy ő a házigazda, miközben tájékozódik. Jelen esetünkben tájékozódásunk tárgyai, elnézést, de nem bírom, hogy a sajtószöveg jelzőit ne idézzem, vadonatúj olajfestmények, illetve egy akvarell és egy fotósorozat kistenemben. A kiállítás kezdőpontja és bizonyos értelemben lehetőség feltétele is az ebben a térben idézetként is szereplő idegen fotósorozat. Ferenczi Zsolt, miközben tereptárgyakkal tarkított tájfestményeiben és installációiban már hosszú ideje foglalkoztatja az egyidejű behatárolás és kirekesztés kérdésköre, illetve sokunk számára talán ismeretes, hogy vonzódik a gyarmati világ sokáig művészettörténeti és etnográfiai kuriózumnak számító, ismert és ismeretlen festői iránt, a kiállítással az ismerős rendet kikezdő sajátos játéktérről számol be. A korábbi festményekhez képest az újak, hogy ne mondjam vadonatújak, a figuralitás felé mozdulnak el. Az akvarelképek pedig éppen a lehetséges tájelemek üresen hagyásával kommentálják ezt a finom váltást. Az üresen hagyott akvarelpapír a viccesen bágyult tekintetekkel és évszámcímekkel az eleven emlékezés tejködévé alakul, időpontokká, amikor nem történt semmi, de ez a semmi valamiért mégis meghatározó lett. Az idegenség összefonódó aspektusai, a saját területen túli, a mások tulajdonát képező, valamint a szokatlan, a másféle és az egykori sajátból elidegenedő Ferenczi képein közösen torkolnak az orientáció semmiképp sem kellemetlen alapjaiba. Az idegen azonban nem egyszerűen valami mást jelent, nem valami még vagy már nem ismertet, hanem a hely nélküliségként értett máshol világát. A festőművészet alkotásai, hogy a filozófia történet leghíresebb idegenjének, Pláton szofistájának elejai vendégét idézzem, az emberi kéz által készített álomképek az ébrenlevők számára, Ferenczi Zsolt festményeiben azonban nem az álom és nem az ébrenlét a döntő, jóval inkább az a kialakulásban levő magánmitológia, amelynek legfontosabb elemei a sajátos kolorizmus és az aprólékos ecsetkezelés mellett a tér distanciájába helyezett tereptárgyak és újabban figurák, amelyek a klasszikus hagyománnyal szemben nem a léptéket szabják meg, hanem egyfajta társasságot, a sosem vagyok egyedül üdítő hatását biztosítják. A festészet ügyében való tájékozódásnak ezek szerint az a távlatot, hogy a festészet, és nem csupán a tájfestészet, a tájékozódás távlatainak az ügye. Ám a távolság, a distancia egyúttal az a fogalom, amelynek segítségével leírható, noha teljesen meg nem magyarázható, hogy miként nő fel az ember, hogyan kap egy világot. A gyermek számára a világ még sarkokkal és élekkel rendelkező tereptárgyak átláthatatlan összessége, vagy jobban mondva lehetőségek, mégpedig a megütközés nélküli beleütközés lehetőségei. A csodálkozás, hogy másképp is lehet, a nézőpont megváltoztatásának a lehetősége a szószoros értelmében kikerekíti a világot, és a tájékozódás ezentúl mindenek előtt azt jelenti, hogy megtanuljuk elkerülni az ütközést. Végezetül engedjék meg, hogy a képeket egy rövid szövegrészlettel ütköztessem, amit a művészi tevékenység tanmeséje gyanánt citálok ide. A jelenet Rilke
Martha Lawrence Brigge feljegyzései című kisregényéből származik. Idézem, kicsit kihagyok a szövegből néha a rövidség okán. Annyi bizonyos, hogy akkor este egy lovagot rajzoltam. Olyan tartjára sikerült az egész, hogy a ceruzákat állandóan váltogatnom kellett, végül azonban mégis a piros szín került túlsúlyba. És most ismét a pirosra volt szüksége, ekkor a ceruza az asztal széléig gurult, és mielőtt utána kaphattam volna, leesett a földre, és már el is tűnt. Lekerültem valahogy, és egy állatbőr szőnyegen voltam hirtelen. Szemem odafönt hozzászokott a világossághoz, és a fehér papírlapra festett színektől is káprázott még, így hát semmit sem láttam az asztal alatt. Tehát érzékeimre bíztam magam. Észrevettem, hogy kínlódó szemem előtt lassan oszlani kezd a sötétség. Mindenek előtt felismertem saját, szétterpesztett két kezemet. Tudom, szinte kíváncsian néztem a kezemet, úgy láttam, hogy mindenfélét tud, amire én nem tanítottam soha. Szemmel tartottam, ahogy előre nyomult, érdekelt a dolog, és felkészültem mindenre. De hát miként számíthattam volna arra, hogy szemből, a falból váratlanul egy másik kéz nyújt ki felém, egy másik, szokatlanul sovány kéz. Éreztem, hogy a két kéz közül az egyik az enyém, és valami olyan dologba bocsátkozott, amit nem lehet jóvá tenni már. El sem tudom mondani, miként kerültem ismét az asztal fölé, arcomból annyira lefutott a vér, hogy úgy éreztem, szemem kékje is elfehéredik. Miután arcom pirossága lassan normalizálódik, nem várom meg, míg szemem kékje is elfehéredik, hanem figyelmüket megköszönve a kiállítást megnyitom. Köszönjük szépen. Köszönjük a beszédet. Mindenki a vendégünk egy pohár forra. Érezhetett a mulatokat. Uram! Most ez a pincét, várjál, fogjuk meg sajt. A pincét, a fejzsgőzőt. Beletért a 10 percre? Bele bőve. Ügyesen járjál. Egy-egy képet. Valamire tegnap találkoztam, akkor
nem terveztem egy hasonló idejére kiállítani, és újra megnyitottam a